Van egy hely, ahova mehetek én, mert nem leszek mindig a föld közepén. Isten úgy vár, hogy vele legyek, hol angyalok zengnek a felhők felett. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Így indulok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, mert velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, velem van az én Istenem. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely. Sokan mondják, hogy ez csak mese, hogy az ember a földről a mennyben menne. Ilyenkor szemeim csak fölnéznek, ezt Jézus ígérte és neki hiszek. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Így dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Én így dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, velem van az én Istenem. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely. Gyertek, emeljük fel Jézus Krisztusnak a nevét. Halleluja! Örökké, élek már, a halálból feltárt.
Isten harcol értünk, elfut ellenségünk, megrendíthetetlen királyságban élünk. A sötétségnek vége, Jézus szent nevében, szívünkből zengjük hát, hogy Isten harcol értünk, elfut ellenségünk, megrendíthetetlen királyságban élünk. A sötétségnek vége, Jézus szent nevében, szívünkből zengjük hát, halleluja, zengjük az ő jóságát, amen, zengjük az ő hatalmasságát. Nem szűnünk erről énekelni, a mai napon sem. Minden utamban hű volt,
voltamban hű voltál. Egész életemben jó voltál. Minden erőmmel míg gyülekezet, reggel, mikor fölébredtem, kimentem a ima helyemre, a naplástóhoz, hogy kérdezzem a Szent Szellemet, hogy akar-e valamit tenni ma itt közöttünk, ami nincs benne a mi programunkban, de ő látja az emberi szíveket, akik ma ide jönnek. És képzeld el, azt mondta nekem, hogy ma imádkozni fogunk konfliktus helyzetekért. Azt mutatta nekem, hogy vannak olyan házassági konfliktusok, családi és munkahelyi konfliktusok, amikben többen benne vagytok, és lehet, hogy most átmeneti békesség van, de ott feszülnek a dolgok a mélybe. És hogyha nem kezeljük ezt most az Úr Jézus nevében, ebből komoly káresemények történnek, és eszembe jutott az az ige, amit föl is olvasok nektek, és hiszem, hogy az Úr ezt mondja most többeteknek, hogy az a helyzet, ami Sára és Hágár között létrejött, egy feszültség jött létre Ábrám felesége és a szolgálója között, akin keresztül Ábrahámnak gyermeke Izmael született, és ahogy Sára meddő volt, és Hágár pedig áldott állapotba került. És ez, hogy őt Isten megáldotta, ez följogosította őt arra, hogy szembe menjen az úrnőjével, szembe menjen a főnökasszonyával, szembe menjen azzal, akinek nagyobb felelőssége volt, és elbízta magát. És ebből egy olyan konfliktus lett, hogy Hágár áldott állapotban el lett zavarva otthonról, és kikerült a pusztába, és ott a pusztába gyakorlatilag elfogyott a víz, és egyszerűen élet-halál között jött, és elkezdett ott kiáltani Istenhez, és ekkor megjelent neki az Úr, és megkérdezte, hogy Hágár, honnan jössz, és hová mész? És így válaszolt Hágár, asszonyomnak, Sárának a színe előtt futok. Akkor ezt mondta neki az Úr angyala, térj vissza a te asszonyodhoz, alázd meg magadat az ő keze alatt. Alázd meg magadat az ő keze alatt. És figyeljetek, ez az, amit az Úr hangsúlyoz a mai napon, ezekre a konfliktusokra, hogy alázd meg magadat. Alázd meg magadat. Alázd meg magadat, mert hogyha nem teszed ezt, az a tolvaj, a rabló helyet fog kapni az életedbe. És ne engedd el az igazságodat, az Úr fölhozza majd az igazságodat, mint jogodat. És nem csak ennyit mondod, hogy térj haza és menj, és alázd meg magadat, kérjél bocsánatot, mert te fújtad föl magadat, hanem azt is mondta neki, és fölöttébb megsokasítom a te magadat. Hogyha te megteszed ezt, én meg foglak áldani fölöttébb, mint sem gondolnád. És én ezt szeretném hirdetni nektek azokban a konfliktusokban, ami akár házassági, családi szinten, vagy üzleti, vagy vállalkozási szinten van, hogy ne fújd fel magad, ne engedd, hogy a büszkeség fölemeljen, és neked igazad van, és stb. És kiállsz a jogtalanságod mellett, hanem menj haza, és alázd meg magad. És meglátod, hogy ha ezt megteszed, Isten felettébb meg fogja áldani. Ha nem tudod megtenni, akkor a tolvajnak és a rablónak fogsz helyet adni, és elkezdi meglopni az életedet. És ezért most szeretnék imádkozni. Mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Én most imádkozom, hogy ez a beszéd legyen az Isten szava emberek számára, akik ilyen konfliktusokban vannak benne, hogy alázzák meg magukat. Uram, hogy ez szívből létre tudjon jönni. Kérlek, Szent Szellem, munkáld ezt most ki az Úr Jézus Krisztus nevében. És Uram, mi megkötjük a tolvajt és a rablót ezek fölött, a konfliktus helyzetek fölött, és kijelentjük, hogy nem lophat az én embertársaim életéből, nem teheti tönkre a házasságot, a családi kapcsolatokat, a munkahelyi kapcsolatokat, nem
nem teheti tönkre az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. És Uram, én most szólok békességet ezekre a kapcsolatokra, szólok belátást ezekre a kapcsolatokra, szólok bocsánatkérést, szólok megtérést, szólok megalázkodást a Jézus nevében, mert aki megalázza magát, azt mondja Jézus, az föl fog emeltetni. És ez a te örökséged, hogy fölemeltessél, de indulj lefelé, hogy az Úr föl tudjon emelni. Uram, így békességet szólunk ezekre a konfliktusokra. Úgyhogy ma, amikor hazamész, menj haza és alázd meg magad. Menj haza és alázd meg magad, és Isten pedig föl fog tudni emelni. Jézus, leboruló, szent színed előtt. Most már tiéd vagyok, hallja meg a föld. A mennyben. A mennyben az angyalok, szólunk, és békességet szólunk,
és türelmet szólunk, és béketűrést szólunk. Minden olyan ajándékot, minden olyan értéket, ami te tőle származik. Ezeknek legyen helye bennünk. És menjünk el ennek minden olyannak, aminek nincs helye. Ami nem a te szándékod, amit nem a te akaratod. És minden gondolatunk hozzád fonódjon, a mennyhez fonódjon, mert akkor tudjuk, hogy helyén lesznek azok a gondolatok. Helyén lesznek a szándékok. Helyén lesznek a mozdulatok, helyén lesznek a cselekedetek. És így szólunk békességet a kapcsolatainkba. Így szólunk helyreállást a kapcsolatunkba. Mert Jézus, te magad vagy a helyreállítás. Te magad vagy a szabadulás. Te magad vagy a gyógyulás. És így megyünk eléd, és megvalljuk, hogy leborulunk előtted. Minden gondolatunkkal, minden belső szobás dolgunkkal, titkunkkal, mindennel leborulunk előtted, és eléd visszük, Atya. Mert te vagy a szabadító. Egész lényem átadom, tiéd legyen minden gondolatom, az életem rád bízom, nálad van az otthonom, nálad van az otthonom. Egész lényem. Egész lényem átadom, tiéd legyen minden gondolatom, az életem rád bízom, nálad van az otthonom. Te nálad van. Nálad van az minden szem egyszer meglát.
Szent vagy, Uram, Istenem. Szent vagy, Uram, szabadító. Szent vagy, Uram, Istenem. Szent vagy, Szent vagy. Szent vagy, Uram. Thank you.
mégis így szól a szám, az Úr az ki engem megállt. Ha hűségem észel, azt kérem, ha elfogy erőm és ha fáj. Tűzben próbált aranyjá tett hitem, próbált lángja formáljon át. Amen. Halleluja. Köszöntelek, gyülekezet. Alig várom, hogy ami bennem van, azt rátok borítsam. De ez nem én magam leszek, hanem a bennem működő ige. Annyira mélyen szántott ez az üzenet bennem. Már napok óta alig vártam ezt a pillanatot, hogy végre átadhassam nektek. És áldásotokra, épülésetekre legyen. Köszöntelek, gyülekezet. Köszöntöm a River Rádió hallgatóit, akik online vagytok velünk, vagy a televízión keresztül, legyetek áldottak, és legyen épülésetekre ez az ige.
hitben járni, és nem látásban. Szeretném a hívő életnek a lényegét, az eszenciáját megfogalmazni, átadni, bátorítani, építeni benneteket ezen a területen, mert engem is tanított a Szent Szellem, és tanít folyamatosan, hiszen az egész életünk egy tanulási folyamat, és bátorít erre, és talán ez az a téma, amire mindig szükségünk van bátorításra, mert hajlamosak vagyunk látáshoz, kapaszkodókhoz folyamodni és kilépni a hitben járásból. Úgyhogy Isten igéjével szeretnélek bátorítani a 2 Korintus 5. rész 6. versétől a 8. versig fogom olvasni, csak egy rövid idézetet láttok ebből a szakaszból kivetítve, én felolvasom azért a teljes verset. Ezért mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben van otthonunk, addig távol vagyunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. Bizakodunk azért, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. De akár itthon, akár a távolban vagyunk, az a célunk, hogy elnyerjük az ő tetszését. Ennek a versnek fantasztikus mondani valója van, szeretném egy kicsit kibontani, illetve ezt a 2-3 verset, de a központi gondolata hitben járunk, és nem látásban. Hogy kezdődik minden? Így, ahogy itt ez a szakasz kezdődik, ezért mindenkor bizakodunk. Hova kell eljutnunk mindenek előtt? El kell jutnunk oda mindegyikünknek, hogy megismerjük a mi Urunkat, megbízhatónak ítéljük őt, mert ő a világ legmegbízhatóbb személye. Ő kimondott 2000 évvel ezelőtt valamit, az biztos, hogy 2000 év múlva pontosan az ő szava szerint fog cselekedni. Tehát ő a világ legmegbízhatóbb személye, és azért bizakodunk, mert megismertük őt, és kiépült egy bizalmi kapcsolatunk vele, hogy bízunk ő benne. Amen. Hányan jutottatok már erre a szintre, hogy már megismertétek őt, megbízhatónak ítéltétek, és bíztok ő benne? Ez egy általános, pozitív, bizakodó hozzáállás az Úr felé, és ez nagyon jó. Így kezdődik minden. És hogyha még ez a bizalmi kapcsolatod nem épült ki az Istennel, akkor dolgozzál rajta, megismerheted őt az Isten igéjéből, és ki tud alakulni ez a bizalmi kapcsolat, és jó dolog bízni az Úrban. Amen! Jó dolog bízni az Úrban, az egy mennyei erőt szabadít fenn a bensőnkben, Isten szellemének az örömét, békességét, meggyőződését hozza. Na de folytassuk tovább a verset. Ezért mindenkor, vigyázz, hogy ez mindig így legyen, mindenkor bizakodunk minden helyzetben, és tudjuk, hogy amíg a testben van otthonunk, addig távol vagyunk az Úrtól. És a bizalomból mi jön? Egy tudat. A bizalomból egy tudat jön létre. Bár távol vagyunk az Úrtól, úgy távol, de mégis közel. Egy tudat jön létre az, hogy az Isten veled van. És ha ő veled van, ki lehet ellened. És ezt a tudatot mindig meg kell újítanunk. Az ige mindig fölfrissíti bennünk, ahogy olvasod, hallgatod ezt a tudatot, mert sajnos az élet kihívásai ezt a tudatot ki akarják törölni a mindennapokból, az elmédből, a szívedből, hogy tudjad, hogy az Isten veled van. És mert hitben járunk, nem látásban. Na most fogjuk ezt a szakaszt egy picit mélyebben kibontani, de most menjünk tovább. Bizakodunk azért, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, hazaköltözni az Úrhoz. De amíg még nem költözünk haza az Úrhoz, addig nekünk bizakodni kell, és hitben kell járni, és nem látásban. Amikor az Úrhoz költözünk, ott már nem csak hitben járunk, hanem látásban is fogunk járni, hiszen a láthatatlan világ és a látható világ egyesülni fog, és ott már nem lesz két külön világ, mint itt a fizikai vonalon, ahol van egy látható, a materiális valóság, és van egy láthatatlan világ. Tehát addig van szükségünk a hitben járásban, és nem látásban, amíg hazaköltözünk az Úrhoz. Ezért mindig bizakodunk, hogy elnyerjük a tetszését. Amikor
hitben jársz, és nem látásban, elnyered az Úrnak a tetszését, és ő részt akar venni az életedben. Részt akar venni az életed kihívásainak a lekezelésében. Ott akar lenni veled a legnagyobb kihívásaidban, problémáidban, szükségeidben, mert elnyerted a tetszését. Őt egyetlen egy dolog gyönyörködtet legjobban, ha bíznak ő benne, hogyha hitben járnak és nem látásban. Ez egyszerűen Istent, ami atyánkat izgalomba hozza, és azonnal cselekvésre kész állapotba emeli. Na nézzük meg ezt a kulcsmondatot, a hitben járunk, nem látásban. Ez egy rendkívül tömör, frappáns megfogalmazás, amit láttok itt kivetítve, ezt így nevezi a Biblia hit nemes harca. A hit nemes harca, mit is jelent ez? Hitben járunk. Ez valami olyan aktív mozgást igénylő folyamat, aktív előrehaladást igénylő folyamat. Ez az első része. A második része pedig nem látásban. Itt pedig valamikre, ahhoz, hogy hitben tudjál járni, mindig nemet kell mondanod. Mindig nemet kell mondanunk, mert másképp nem fogunk tudni hitben járni. Na de nézzük meg az, hogy mi a hit. A bizalomról már beszéltünk, a bizalom az, hogy megismersz egy személyt, megismered az ő megbízhatóságát, és egyre jobban bízol általánosságba ő benne. Ez a bizalom, ez kell, hogy az egész életünket áthassa, az Istennel való kapcsolatunkat és az emberekkel való kapcsolatunkat is. De a hit az más, mint a bizalom. A hit az egy picit különbözik a bizalomtól. A hit, tudod mi? A hit az az Isten szavának való hitbeli cselekvés, engedelmesség. A hit az egy konkrét, ez nem egy általános bizalom, hanem konkrét isteni szót hallasz, és azt a szót alapján kezdesz járni, cselekedni, működni, döntéseket hozni, kialakítani, elindulni, építkezni, csinálni dolgokat. Tehát a hit az az Isten beszédén nyugvó belső meggyőződése az embernek. Tehát ahhoz, hogy bízzál, ahhoz elég hinned Istenbe, elég megismerni őt, hogy ő megbízható, és ez így rendben van. Ez egy általános, egyetemes, bizalmi állapot az életedbe, de a hithez ez kevés. A hit az Isten beszédéből nő ki minden esetben. Ha nincs mögötte isteni beszéd, az egy felfújt lufi, ami ki fog durranni egy kis terhelés alatt. Isteni beszédből kinövő dolog, azt nevezi a Biblia hitnek, belső meggyőződésnek. Tehát ezért, amikor kimondod azt, hogy én hiszem, mindig le kell ellenőrizni, hogy nem csak egy általános bizakodás van benned, hanem hallottad az Istennek a beszédét. Hallottad az ő ígéretét. Hallottál tőle szót. Általában kétféle módon tudjuk őt meghallani, vagy az Isten írott igéjeiből, ahogy olvassuk, és megüt téged, és az az általános igei igazság személyes isteni üzenetté formálódik át a Szent Szellem által, és az nyomot hagy az életedbe, arra vissza fogsz emlékezni, mert az mélyre megy a szívedbe. Tehát hogy tudsz hallani Istentől? Hogy az Isten igéjén keresztül szólít meg. Az imában mi beszélünk, az igén keresztül ő szól hozzánk. És ezért olvasd rendszeresen az igét, mert nem tudsz a hitembere lenni úgy, hogy nem hallod az Istennek a beszédét. És természetesen meghallhatod az isteni beszédet a hirdetett igén keresztül is. Ez az egyik fajta módja annak, ahogy az Isten szól hozzánk, szelíd csendes hangon, de erős belső meggyőződéssel. A másik módja, hogy az Isten szól hozzánk, ami szintén hitet hoz létre, amikor a Szent Szellem személyre szabottan beleszól az életedbe, és konkrét dolgokat mond. Nekem sok ilyet mondott. Tanulj angolul, szükséged lesz rá. Vedd őt feleségül, ő lesz. Mindegy, hogy ő mit mond, ő lesz. Menj ide, tedd azt,
lépj oda, cselekedd meg azt, konkrétan szól hozzád, és attól a pillanattól kezdve, hogy szól hozzád, az nem múlik el nyomtalanul, hanem ez az isteni beszéd személyre szabott. A Szent Szellem által közvetített isteni beszéd meggyőződést, hitet hoz benned létre. Ugyanis hit nem tud létrejönni isteni beszéd nélkül. A hit az nem egy általános, megfoghatatlan bizakodás, a hitnek az alapja az Istennek a beszéde. Amit személyesen neked mondott, vagy az írott igén keresztül, vagy a hallgatott igén keresztül, vagy az Úrral való személyes, intim kapcsolatodba hozzád szól a Szent Szellem, megszólít téged, és az hitet generál te benned. Ez mindig természetes következménye annak, ha meghalljuk az isteni beszédet, akkor hit jön létre. Tehát, ha hitben akarsz járni, kell, hogy halljad az isteni beszédet. Ezért én gyakran imádkozom a következőt, amit Sámuel is tanította Éli, hogy hogyan imádkozzon. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Mert ha te szólsz, én hiszek. Ha te szólsz, én hiszek. Ha te szólsz, én megyek. Ha te szólsz, én döntök és cselekszek a te jó és tökéletes akaratod szerint. Tehát a hit ilyen módon jön létre, és hitben járnak, az azt jelenti, hogy a hit az mindig aktivál téged. Nem fogsz tudni hinni úgy, hogy hiszek, és nem csinálok semmit. Mert a hit cselekedetek nélkül halott. A hit az cselekvésre indít, döntésre indít, hogy elindulsz, jársz egy úton, aminek a vége az lesz, hogy amit neked az Isten mondott, ott lesz a te valóságodban. Tehát a hit az sosem egy passzivitásra vívő dolog, a hit az mindig aktiválja az ember szellemét, a lelkét, érzelmeit, akaratát, a cselekvésre visz rá bennünket. És a hit az mozgásba tartja az életünket. Ez a hit nemes harcának az egyik része. A másik az, hogy nem látásban. Hitben nem tudsz úgy járni, hogy ne mondjál ki nemeket az életedben. Mégpedig időnként igen súlyos nemeket kell kimondanod, mert amit neked az Isten mondott, az a fizikai valóságban nagyon sokszor az ellenkezőjét látod. Azt mondta neked, hogy meg fog térni te és a te házad népe, és közben mit látsz? Alkoholizál, kicsapong, ezt csinálja, azt csinálja, káromkodik, teljesen más irányba megy. És a hitben járás az azt jelenti, hogy nemet mondok arra, hogy a földi valóság legyen domináns az ember életében. Bár látom, érzékelem, tapasztalom, a hitben járó nem tagadja le a fizikai valóság tényeit. Néha úgy félre mennek emberek, azt hiszik, az a hitben járás, ó, én megvallom, hogy nem vagyok beteg. Megmondták, az vagy, adja az Isten, hogy ne legyél az, de amit kimondanak, annak megvan a fizikai valósága és a realitása. A hit az nem tagadja le a fizikai valóságot. A hit az felemel téged az isteni valóságra, a mennyei örökkévaló igazság megcselekvésére emeli fel az embert. Tehát a nem látásban, az azt jelenti, hitben járunk nem látásban, az azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk, mikor Isten szól hozzánk, nemet mondani a mi emberi gondolatainknak. Meg kell tanulnunk nemet mondani, ami a szemünkön keresztül bejövő érzékelés. Mert azok ellent mondanak annak, amit az Isten neked személyesen mondott. Meg kell tanulnunk nemet mondani az érzéseinknek, mert az érzéseink nagyon sokszor ellenkező irányba állnak be. És azért, mert az Isten szólt hozzád, az egy örömteli pillanat, és a Szent Szellem kimunkálja ezt, de mikor szembe mész a fizikai valóság tényeivel, ott nincsen általában jó érzésed, és meg kell tanulni
nemet mondani, hogy nem, nemet mondasz a fizikai érzékelésre, nem letagadod ezzel, nem akarod tudomásul venni, nem azt jelenti, hogy elbújt, a fejedet beledugod a homokba, hogy nem veszel tudomást a fizikai valóságról, hanem egyszerűen nemet mondasz, azért mondasz nemet, azért van jogod nemet mondani, mert az Isten beszéde minden fizikai valóság fölött való igazság. Amen! Az Isten beszéde az minden, figyelj, elismétlem, az Isten beszéde az minden fizikai valóság ténynél fölöttebb való igazság. És ahogy az útkereszteződésben hiába van ott a stop tábla, a lámpa, ha működik, fölülírja, és furcsa lenne, hogy zöld a lámpa, és te pedig megállnál a stop táblánál, és nézel jobbra-balra, bizonytalankodsz, jön-e valaki, mindenki dudálna már mögötted, mert tudjuk, hogy a magasabb rendű fölülírja az alacsonyabb rendűt. Amen. És ezért van jogunk nemet mondani, általában nem szabad nemet mondani a fizikai világ valóságára, hiszen mindazt az Isten teremtette, az ő jó és tökéletes akarata szerint jött létre, bár már a bűn sokat rontott azon, de amikor az Isten szól hozzád, az feljogosít téged arra, hogy nemet mondjál mindannak a dolognak, ami a fizikai realitásból, az érzelmeidből, az emberi véleményekből és minden fizikai valóságból ellent mond annak, amit az Isten neked mondott. De csak akkor jogosít fel. Nemet mondanod a fizikai valóságra, ha hallottál szót az Istentől. Ez a hitnek a nemes harca. Ezt hívja a Biblia a hit nemes harcának. És tudod, ezért a hitben járásnak az alapillére, hogy szót halljál az Istentől. Szót halljál az Istentől. Általában Isten nagyon szeret szólni, mikor imádkozunk. Én nagyon szeretem a hajnali imát, mert nagyon erőteljes imakeret van, a szerdai imán is, csak oda ritkábban jutok el, mert akkor általában szolgálok máshol, de most pénteken is fantasztikus volt a hajnali ima. Egyszerűen éreztük, hogy a Szent Szellem vezetése, szólása, és az biztos, hogy célba jutott imák. És ott történnek dolgok. Ezért bátorítalak benneteket, hogy azt ki ne hagyjátok. Ha szót akarsz hallani, gyere a hajnali imára, vagy a szerda esti imára. És természetesen menj a te személyes imafrontodra, mert az ima nyitja ki az Istennek a száját a szólásra a te személyes életedbe. A második dolog, ami kinyitja az Isten száját, ha kezedbe veszed tiszta szívvel az igét, és kinyitod, és mondod, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, szólíts meg engem a te igéden keresztül. Az ige nyitja meg, vagy beteszel egy tanítást, és nyitott szívvel fogadod, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Hinni nem tudsz Isten szava nélkül. Ha azt mondod, hogy hiszek, de nem hallottál szót az Istentől, az a hit az első nehézség idején el fog párologni, el fog tűnni, olyan lesz, mint a déli báb, olyan lesz, ami eltűnik, mert nem lesz meg az a hatalom benne, ami az isteni szó mögött van. Tudod, a hitben járás följogosít téged arra, hogy a mennyei örökké való valóságába kapcsolódj be az Istennek. Amikor szól az Isten hozzád, az följogosít arra, hogy a mennyei örökké való valóságába belenyúljál, illetve ő keze nyúljon ki hozzád, és hozzá tegyen természetfeletti módon az életedhez, megáldjon, megsegítsen, megerősítsen téged. És nem szabad, nekünk hívőknek tudomásul kell vennünk, hogy kétféle igazság létezik. Van egy mulandó igazság, ez a földi valósághoz tartozó igazság. Az igazság, valóság szót nem véletlenül keverem, mert az eredeti nyelvben, a Bibliában mind a kettőt jelent. Ha hiszel az igazságba, előbb-utóbb a valóságodba lesz.
És van a mennyei örökkévaló igazság, ami a magasabb rendű, ami fölül tudja írni az alacsonyabb rendű földi igazságokat. Mind a kettő igazság, mind a kettő benne van a mi életünk valóságába, be tud jönni a mi életünk valóságába, de a hitben járás azt segíti meg az életünkbe, hogy sokkal több mennyei valóság tudjon bejönni az életünkbe. Mi a mennyei valóság? Ott tisztaság van, békesség van, öröm van, egészség van, bőség van, nincs szükség. Ott minden megvan, és amikor minél inkább hitben tudsz járni, annál inkább az az isteni akarat valósul meg, hogy mint a mennyben, úgy lesz a földön a te személyes életedbe. Minél kevésbé tanulod meg a hitben járást, annál inkább a fizikai valóságnak az uralma vesz tekintetben az életed fölött, és ez nem mindegy. Ezért a hitben járás megtanulása az általános iskolai feladat a hívőknél. Hogy meg tudjuk tanulni a hitben járást, és nem könnyű. De képzeld el, Isten szeret téged annyira, hogy belekényszerít. Néha szó szerint belekényszerít. Amikor nincs más megold, vagy megtanulsz hitben járni, vagy pedig úgy érzed, hogy meghalsz. Úgy érzed, hogy itt a vége. Itt egyszerűen nem tudsz tovább menni. Az élet rengeteg olyan helyzetet produkál, amit Isten azért enged meg, hogy megtanuld ezt a leckét. Nekem is nagyon sok leckét vettem is már. Nem azt mondom, hogy a kezdő vonalon tartok ebbe, de még van bőven fejlődni valóm. És Isten téged is meg akar áldani, de nem fogja tudni a menny gazdagságát behozni az életedbe, csak a hit csatornáján keresztül. Csak úgy, hogyha hitben hozol döntéseket, ha hallod az Isten hangját, megérted az ő ígéreteit, és elkezdesz úgy járni, az alapján menni, az alapján döntéseket hozni, nemet mondani mindennek, ami ellent mond ennek. És mire észreveszed, benne élsz annak a valóságába, amit az Isten neked mondott. A hitben járást az nem tompítja, hogy említettem a fizikai realitást, hanem közel hozza a mennyet hozzád. Azért nehéz nekünk a hitben járás, mert a biztonságunkat a földi realitásban éljük meg. De képzeld el, hogy ennél sokkal nagyobb biztonság van, mint itt a földön. Hallottátok Marokkóban milyen földrengés van, az egész világon gyakran megmozdul a föld, és épp Amerikában olvastam, egy valami csatorna beszakadt, ült az illető az autóbuszt, egyszer csak eltűnt egy árokba, autóstól együtt. Tehát a föld az nem az a legstabilabb talaj, mert minden lehetséges, de mégis a mi materiális lényünk biztonságban akkor érezzük magunkat, hogyha ilyen módon stabil talaj van a mi lábunk alatt. De képzeld el, amikor elkezdünk hitben járni, először a biztonság érzetet tűnik el. Mert úgy érzed, hogy egy nagyon bizonytalan, ingoványos talajon vagy, mert minden ellene mond annak, amit az Isten mondott neked. És nincs biztonságérzeted, de szeretnék valamit mondani. Képzeld el, hogy a földi realitásoknál sokkal nagyobb biztonság az Isten beszéde. Ugyanis a Biblia azt mondja, hogy az Istennek a beszéde, hitáltal értjük meg, mondja a Zsidó 11-ben, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Tehát az egész látható materiális valóságot az isteni beszéd hívta elő. A Kolossé levél azt mondja, hogy az isteni beszéden áll fönt minden. Tehát ez a beszéd tartja fönt a világegyetemet. Ez az isteni beszéd tartja a materiális valóságnak a stabilitását fönt. Minden az isteni beszéden van. Tehát amikor hitben jársz, az isteni beszédre lépsz rá, sokkal nagyobb biztonságba vagy, mint mikor ezen a ingőbong mozgó földön élünk. Mert az isteni beszéd, ez örökké való. Tehát a biztonságérzetedet kicsit kalibráld át.
Ne abban legyen a biztonságod, hogy minden úgy működik, ahogy a materiális világban, és abban már nagy meglepetés nem érhet téged. Hanem a biztonságod az Isten szaván kell, a szavában van benne. Az Isten szavába, és át kell állítanunk a lelkünket is a hitben járásban, hogy nem akkor érezzük magunkat biztonságban, minden kiszámítható, ha minden úgy megy, ahogy racionálisan elképzeltük, ha minden a fizikai valóság törvényei szerint alakul, hanem előbb-utóbb a hit emberévé akkor tudsz válni, mikor átalakul a te lelked, és már a biztonságod nem a fizikai világ kiszámíthatóságában van, hanem az Isten szava. És ezért adja az Isten, hogy a lelked is át tud állítani, mert amikor először jársz hitben, az nagyon sok érzelmi belső harccal is tud járni. Idegi harc. Az egy nyomás alá helyezi az embert. Hogy érnek a fizikai világ impulzusai, amik tökéletesen ellent mondanak annak, amit az Isten neked mondott. És ez a kettő küzd benned. És minél inkább gyakorlott vagy a hitben járásban, annál inkább gyengül ez a harc benned. És az Isten békessége ott tud maradni, és a mennyből jövő biztonságérzet, ami az Isten kimondott szavában van, ott tud maradni benned, miközben hitben jársz, és nem látásban. És figyelj, Isten annyira szeret bennünket, annyira meg akarja nyitni, mint atya az ő gyerekeinek, neked, nekem, mindegyikünknek, az ő mennyei kincses házát, ahogy az Ézsaiás próféta beszél erről, meg akarja nyitni neked, hogy bővölködő életet éljél, több mint elég szinten éljél. De szeretném hangsúlyozni, hogy a mennyei kincses ház hiába van nyitva. Ha nem tanulsz meg hitben járni, semmi nem tud átjönni az életedbe. És ezért ne lepődj meg azon, hogy rá kényszerít, bele kényszerít időnként, mint a tanítványokat is bele kényszerítette, szét lett zavarva a jeruzsálemi gyülekezet, olyan nyugalom, olyan békesség, olyan egység, olyan szeretet volt a jeruzsálemi gyülibe, erre jött az üldözés, és szét lettek zavarva. Minden, amiben biztonságuk volt, elmúlt. És bele lettek kényszerítve, hogy hitben járjanak. Fülöp is hitben járt, először elindult a gyüliből menekülőként. De mire megérkezett Samáriába, már nemet tudott mondani a rossz érzéseinek, a vesztesség iránti fájdalmának, és ott már ő küldöttként érkezett. És hit által ment. És nézd meg, hogy milyen gyümölcse lett. Az egész Samária megtért. De váltani kellett neki. Bele lett kényszerítve a hitben járásba. És ne panaszkodjál! Amikor az élet belekényszerít olyan anyagi helyzetekbe, egészségügyi helyzetekbe, kapcsolati kihívásokba, céges kihívásokba, munkahelyi kihívásokba, szolgálati kihívásokba, ne panaszkodjál, mert nem megy simán a régi módon. Az Isten szeret téged annyira, hogy meg akar téged tanítani erre. És nem mondom, hogy az első leckék kellemesek. Én nem állítom. Mert annyira materiális tudatú emberek vagyunk, annyira földhöz kötött emberek vagyunk, hogy innen elszakadni gondolkozásban, belső látásban nem mindig könnyű. Értitek, miről beszélek? Nem mindig könnyű. És ez az a harc, amiről beszél a Biblia. És a hit, de minél inkább jobb tanuló vagy ezen az iskolában, együttműködsz vele, akkor képzeld el, figyelj, mit mondok, akkor fölnősz oda, hogy az emberi lét legmagasabb létformáját meg tudod hódítani. Azt pedig tudod mi? Amikor az ember együttműködik az Istennel. Ez az emberi létnek a legmagasabb szintje, ami elérhető. Ez nem pénzről szól, nem materiális javakról szól. Akkor föl tudsz nőni oda, hogy a világ mindenség urával, teremtőjével, a Szent Szellem által együttműködsz, mint a 8 milliárdból az egy.
és abban megtiszteltetésben van részed, hogy együttműködsz vele. Mit jelent az együttműködés? Vannak lépések, amit tőled kér az Isten, hogy tegy meg. Vannak lépések, amit ő tesz meg, és így jársz. Egy a tied, egy az övé. Egy a tied, egy az övé. Lehet, hogy kettő az övé. Nem mindig ilyen szabályosan megy ez. Van, amikor három a tied, és utána lép ő, de ez az együttműködés, és ebből az együttműködésből jönnek elő a legnagyobb csodák, az életed legnagyobb előmenetelei, azok az események, amit nagypapa korodban az unokáidnak fogsz mesélni, hogy mik azok a bizonságok, amiket átéltél Istennel, de nem lesznek ilyenek, hogyha nem lépsz ki a hitben. Ha nem tanulsz meg hitben járni, ha nem tanulsz meg Isten szavát elvenni, ha nem tanulsz meg nemet mondani a fizikai valóság igen erőteljes üzeneteire. Légy jó tanuló a hitiskolájában, és az életed sokkal magasabb szintre jut. És sokkal messzebb el tudsz jutni, mint amit a magad erejéből, képességeiből, talentumaiból eljutnád. És természet fölötti mennyei megoldások szabadulnak fel ezekben a kihívásokban. De a hitben járás, az nagyon fegyelmet igényel. És a hitben járásban nagyon tudod fejleszteni az önfegyelmedet. Mert nem tudsz hitben járni úgy, hogy össze-vissza beszélsz. Nem tudsz hitben járni úgy, hogy az érzelmeid csapognak a mennytől a földig, a pokolig össze-vissza. Ha nem fegyelmezed meg az érzelmeidet, a gondolataidat, a beszédedet, akkor nem fogsz tudni hitben járni hosszabb távon. És ez egy fegyelmet igényel. Mindjárt be is mutatok egy történetet ezen keresztül. Hogy milyen szintű önfegyelmet igényel, de aki el akar jutni az ember számára meghódítható legmagasabb létformára, hogy együttműködik az Istennel, annak ezt meg kell tanulni. Én ilyen ember vagyok. Én nem elégszem meg kevesebbel. Én akarok hitben járni. Ez az életnek a zamata. Ez a legnagyobb kalandja, amikor Istennel együttműködhetsz. Ez adja az igazi ízét, ez emel ki téged a szürke tömegből, hogy megtanulsz együtt működni az Istennel. És ez csak hit által történik. Mert ő a láthatatlanba, mi meg a láthatóba vagyunk. És ezáltal tudod birtokba venni az ígéret földjét, ezáltal az ígéretek bejönnek a te valóságodban. És a hitben járás az igényli azt, hogy nem tudod, hogy mi a következő lépés. Dávid ott volt Siklágban, lerabolta az ellenség, elment egy harcolni, mire visszajött az összes asszonyát, vagyonát, mindent elvitt az ellenség. És visszaértek, és hiába nyerték meg azt a csatát, de hátul a hátországba mindent elveszítettek. Bár már Dávidot is meg akarták ölni. És Dávid tudta, hogy mi a titok. Egy ilyen nagyon abnormális, nagyon nehéz, kritikus krízis helyzetbe. Oda ment az Istenhez, hogy halljon szót. Mert ha szót hall, tudja, hogy hinni fog. És akkor tud hitben járni. És ha hitben jár, akkor minden lehetséges annak, aki hisz. Érted? És ment oda, és imádkozott, és érezte a nyomást, mert mindjárt meg akarták kövezni. Elkezdett imádni, uram, mit csináljak? Menjek, üldözzem őket? Azt mondja neki Isten, menjél, üldözd. Nem kapott többet. Isten soha nem mondja el a forgatókönyvet előre. Soha. Csak irányba állít. És indulj el. Hát de uram, hova menjek? Oké, hogy megyek, de hova? Hol van az ellenség? A hitben járásnál 1500 kérdés fölmerül. De tudod, a hitben járás az vizsgaidőszak. A vizsgaidőszakban a diák nem kérdez. Ott nincs ideje, nincs idő arra. Ott nem lehet kérdezni, ott a tanár kérdez, nekünk válaszolni kell. A hitben járásban neked kell megadni a hit válaszokat. És Dávid már ismerte a hitben járást, ezért nem kérdezett, elindult. Amerre vezetett az út, elindult. De abban a pillanatban, ahogy ő elindult, Isten már dolgozott az ügyön. Isten dolgozott az ügyön. Tudod miért? Mert mikor Isten szól az emberhez, hozzád, lehet, hogy egy belső csendes hangon, szól hozzád,
Képzeld el, ő úgy szól, lehet, hogy senki a világon nem hallotta, csak te a földön, de szeretném mondani, hogy tudjad, hogy amikor az Isten szól hozzád, az egész menny tisztában van azzal, hogy mit mondott az Isten neked. És az egész menny akcióra készen várja a seregek urának az útmutatását, hogyha elindul a szót halló ember, hogy az Isten megtegye a maga lépéseit. Mert azt mondja a Biblia, hogy a mi felelősségünk a hitben járás, a hitben kilépés, az Isten szavára való cselekvés, az Isten felelőssége, azt mondja, gondom van az én igémre. Amit kimondtam, amiatt ne aggódjál. Ebben a sztoriban nem én vagyok a labilis rész. Mert én nekem mindig gondom van az igére. És ez be is bizonyította, kimondott 3000, 4000 évvel ezelőtt, mind a mai napig úgy van. És amit kimondott mondjuk Ézsaiás proféta által, nem valósult meg, majd Jézus Krisztus visszajövetelekor fog megvalósulni. 100%-ig biztosak lehetünk, hogy az úgy lesz. Mert amit ő kimond, azt megtartja. Tehát neki gondja lesz az ő lépéseire, csak neked legyen gondod. Dávid is elindult, nem tudta, hogy hova megy. De azért úgy csinálta, mint jó vezető, hogy nagyon tudja. De nem tudta, hogy hova megy. De egyszer csak, ahogy elindultak valamilyen úton, történt valami. Isten már dolgozott az ügyön. Az a projekt, az már ki lett hirdetve a mennybe. Megbetegedett a rabló csapatból az egyik katona, vagy szolga, és ott hagyták, az úton. Hát persze kibe botlott bele Dávid. Hát pont abba a szolgába. Hát az Úr munkálta ezt ki. És ez a szolga mindent tudott. Miután megitatták, megetették, imádkoztak érte, segítettek, hogy meggyógyuljon, a szolga talpra állt, és gyertek, én tudom, hol van, csak engem ne öljetek meg. És elvezette a rablókhoz. Ki vezette el őket? A szolga? Maga az Isten. Mert hitben elindult a járás. Péter bízott Jézusba. De ez a bizalom, ez kevés lett volna, hogy kilépjen a vízre, mikor Jézus szembe jött vele a vizen. Az, hogy Uram, én bízok benned, ez kevés. Hallani kellett szót Péternek. És mi volt ez a szó? Na Péter, gyere! Ez az isteni szó, amin áll az egész világ, meg tud tartani a víz tetején minden materiális törvény ellenében. És Péter, ő egy bátor ember volt, kezdeményező volt, na megyek. És nézd meg, ez az isteni szó föntartotta a vizen. Járt a vizen. Kezdett belejönni. Ó, megy ez nekem, nem csak úszni tudok, járni is. De ő nem tudott járni a vizen, csak az isteni szó miatt tudott járni a vizen. Sajnos nem túl hosszú ideig tartott. Tudod, miért nem tartott hosszú ideig ez? Mert hitben járt, de a másik felét ennek az isteni törvénynek nem töltötte be. Nem mondott nemet a látásra. És mivel szeles idő volt, a hullámok korbácsolódtak, fölkorbácsolódtak, levette a tekintetét az isteni szóról, és lenézett, és kezdte befogadni a földi materiális valóságnak a tagadhatatlan igazságát, és már is elkezdett süllyedni. A hitben járás oda köt téged az Isten beszédéhez, a mennyei valósághoz. És ez a harc, hogy tudsz-e úgy élni, hogy oda vagy kötve az isteni szóhoz hosszabb távon, vagy pedig állandóan elsüllyedsz ebbe a folyamatba. De Péter megtanulta a hitben járást. Ez csak átmeneti volt az életében. Tehát hitben járunk, nem látásban. És ez alapján hozunk döntéseket. És figyelj, abban a pillanatban a mennyei atya, mikor elmondja a szót, ne felejtsd el, azt nem csak te kapod meg, az egész menny, az összes angyal tisztában van, hogy Isten mit mondott neked, és ott áll 15 ezer angyal, 20 ezer, 500 ezer, hogy készen vagy, készen arra, hogy atyám, akkor tegyük. És az atya mit mond? Nyugi, elégedj, ez nem olyan nagy ügy. De mivel sok ilyen ügy van, azért az angyaloknak van dolga. Mert sokan vannak a földön a hitben járók. És elindul a folyamat. A mennyei atya, mikor kimondja az ő szavát,
Tudod, mi történik? Mikor meghallja valaki az ő szavát, az atyának ez a legnagyobb gyönyörűsége. Mikor valaki a földön meghallja ezt az isteni beszédet. Mert abban a pillanatban, hogy meghallod, öt reakció jön az ember szellemében létre, izgatott leszel, hinni fogsz, belső meggyőződés jön létre, egy belső békességed lesz, és aktívvá akarsz válni, nem tudsz tovább passzív lenni, ott menni akarsz, csinálni akarod, abba az irányba járni akarsz, mert a hit az sose passzív. És örül a menny. Az atya végignéz rád, aki hallja az ő szavát, és elkezdi hitben cselekedni, azt mondja, büszke vagyok az én fiamra. Büszke vagyok az én lányomra. Az atya izgalomba jön, azt mondja, gyertek, dolgozzunk azon, hogy a menny a földre jöjjön. Egy ügyben, egy helyzetben, egy ember életében, egy probléma közepén jöjjön a menny le a földre, és attól kezdve a probléma csoda lesz. Attól kezdve az a kihívás az Isten dicsőségét fogja szolgálni. És az Úr büszke azokra a fiaira, akik nem elégednek meg a szürke, eminenciás emberi léttel csupán, hanem azt mondják, hogy ők bevállalják azt a kalandot, hogy az Istennel együttműködjenek. Akarsz ilyen lenni? Akarsz ilyen lenni? Engem ez valahogy jobban lelkesít, mint benneteket. Ez az emberi létformának a legmagasabb szintje, amikor együttműködsz róla. És az irányról meg vagy győződve, a részletekről sosem mondja el Isten. Tudod, miért nem? Mert akarja, hogy folyamatosan függjél tőle. Azt mondja, erre menjél, na de uram, hogyan, kivel találkozom, hol van az ellenség, Dávid? 1500 kérdés. Nyugi, nem a kérdés ideje van. Indulj. És meg lesz. A hitben járás generál bennünk 1500 kérdést. Feleségek kiválóan tudnak kérdezni. De szeretném tanítani nektek, hogy nem a kérdés ideje van, hanem az a felelősség, hogy meghalld az Isten szavát, és ott van az öt pecsét a szívedben, bátran indulj el, és tedd azt, amit Ábrahám tett. Megy Izsákkal föl a hegyre, mert isteni szót hallott. És hittel még azt is bevállalta, hogy feláldozza a fiát. Az életének a legkeményebb hitharca volt. És ott megy mellette a kisfia, a nevetés, az Izsák, az ígéret gyermeke. És a fia kérdez, na de apám, az oké, hogy megyünk áldozatot bemutatni, mert nem mondott Ábrahám neki el mindent. Ne stresszeljen, elég, ha csak ő hordozza a hitben járásának a terhét. El tudod képzelni, milyen óriási teher lehetett ez? Mert ezért meg is van írva, hogy Ábrahám csendbe ment. Agyon nyomta annak a terhe, hogy valami olyat kell megcsinálni, ami az életének a legdrágábbja és a legszebbje. De ő neki nem kellett megölni a fiát. De a mennyei atya megölte a fiát, te érted. És akkor Izsák kérdezi, ez egy profétai előképe volt ennek Krisztus halálának. Izsák kérdezi, na de apám, de hol van az áldozati állat, hol van a tűz, hol van ez, hol van az, hol van? Mint egy jó feleség, ugye? 1500 kérdés. Hol van? Mit mond Ábrahám? Ábrahám azzal a teherrel, ahogy ott ment csendbe, csak annyit mondott, fiam, az Istennek gondja van rá. Pedig nem tudta, hogy mi fog történni. Ő neki nem volt meg minden válasza, de megvolt az isteni szó. Ezért hitbe ment előre, és mikor odaértek az áldozat helyére, bemutatta az engedelmességét, megkötözte, fel akarta tenni a fiát, egyszer csak szólt az Úr, nem, ez majd 2000 év múlva lesz a kereszten. Nézd csak, ott van egy bárány, azt neked készítettem. Ott van a válasz Izsáknak a kérdéseire. Mit, hol, hogyan, mikor, kit? Ott van. És abba a pusztába, ahol nincsenek kóborló állatok, de Isten egyet oda készített aznap. Mert valaki hitben járt. És micsoda öröm lett az az áldozat. Micsoda örömünnep lett.
És el tudod képzelni, hogy az apa mennyivel szabadabban ment hazafelé. Mennyivel örömtelibben ment hazafelé. De ott kitágult. A szívében. A hitben járásában. És ezért kapta meg Ábrahám a hitnek az atya címet. Hogy ő mutatta be a hitben járást. Úgyhogy figyelj ide, befejezem ezt a, nagyon is megy az időnk, egy történettel, és be is fejezem, a Jerikóval szeretném befejezni ezzel a történettel, ami bemutatja a hitben járás valóságát, annak a generációnak is meg kellett tanulni a hitben járás. Másképp nem tudták birtokba venni az ígéret földjét. A Kánaán földje tejjel és mézzel folyó föld volt, de számukra elérhetetlen, meghódíthatatlan. A hitben járás a titka annak, hogy az ígéreteknek a valóságában benne éljél. Így szól ez a történet, ami megvan írva Józsué könyve 6. részében. Jerikó pedig úgy be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy senki ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. Tehát az volt a kihívás, hogy el kell foglalni az akkori kor egyik legnagyobb városát, ami legerőteljesebb védelmi falakkal volt körbevéve. Nem olyan volt, mint Aj, ahol volt is kapu, meg nem is. Ez a leg... Képzeld, olyan falak voltak, hogy még a fal tetejére házat építettek. Olyan széles falak voltak. Egyszerűen bevehetetlen. És ott van egy rabszolganép, aki Egyiptomból éppen most szabadult. Fegyver nélkül, haditechnika nélkül, ágyúk nélkül. Na, ennél lehetetlenebb dologgal már nehéz találkozni. És be volt zárva. Az Úr pedig ezt mondta Józsuének. Figyelj, most jön a hit. Mivel kezdődik a hit? Az Úr szólt a vezetőhöz. Így kezdődik. Ez a hit. Az Úr ezt mondta Józsuének. Lásd, hát látom, Uram. Jó nagy falak vannak. Látom, Uram, kezedbe adtam Jerikót, és a királyát, a sereg harcosaival együtt. Három dolgot mond neki. A várost, a királyát, és az összes népet. Kezedbe adtam. Mit mondott? Már ez múlt idő. Józsué, ez már lezárt ügy. Nálunk már a mennybe ez már nem téma. Ez már ki lett hirdetve, ez már ratifikálva lett, vagy kodifilálva, nem is tudom még a jó szóval, ratifikálva, ugye, az a törvénybe lett iktatva. Ez már egy múlt. Józsué, kezedbe adtam. Uram, oké, de hát ez hogy tudta a kezembe adni? De abban a pillanatban, hogy Isten szól, képzeld el, van egy óriási segítségünk, ez pedig a Szent Szellem. Abban a pillanatban, hogy Isten szól, a Szent Szellem aktívá válik benned. Megerősít, örül benned, bátorít téged, meggyőződést hoz be, és nem is tudod, hogy hogyan látod a dolog lehetetlenségét, de olyan meggyőződött vagy, mintha már megtörtént volna. És ez a Szent Szellem munkája az emberben. Ő a mi segítőtársunk, ezért kell betöltve lennünk, ezért kell, hogy a Szent Szellem működjön bennünk. És Józsuének is szüksége volt a Szent Szellemre. És amikor Isten szól, 2-3 tanúra van szükséged a stratégiai dolgokban. Az egyik tanú benned van, a másik tanút, amit én használni szoktam, hogy kérek rá igét, hogy Isten egy kiv... és a harmadik tanú pedig küldjön valakit, aki megerősíti. A stratégiai dolgokban mindig igénylem a 3 tanút. Egy szólt, meghallottad, benned van, megjelenik a tünetek, izgalom, meggyőződés, békesség, cselekedni akarás, és a hitnek a gyümölcse megszületik benned, ezután ige, és a harmadik pedig, hogy küld valakit. Ez a 3 tanú, ez megerősíti, hogy stabilan el tudj indulni, neki merj menni a lehetetlennek. Mert Józsué gyakorlatilag Izrael népével együtt arra kérte az Isten, szakadt rabszolganépként, fegyvertelenül, hogy menjen neki a világ egyik legvédettebb városának. Azzal a hittel, hogy nektek adtam. Ez jelenti a hitbenjárás. Ehhez kell egy belső erő. Ezt az erőt csak a Szent Szellem tudja benned létrehozni. Hitben járni nem tud saját erőből. Az nem fog működni. És
meg is adta a stratégiát, hogy hogyan foglalják el. Azt mondja, járjátok azért körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így cselekedj 6 napon át. A 7 pap vigyen 7 koszarból készült kürtöt a láda előtt, a 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok fújják meg a kürtöket, és ha ma belefújnak a koszarba, mihelyt meghalljátok a kürt szavát, az egész nép harsány kiáltásba törjön ki, és magától leszakad a város fala. Fölmegy arra a nép, mindenki az előtte lévő helyen. A népnek pedig azt parancsolta Józsué, ne kiáltsatok, hangotokat se hallassátok, egy szó se jöjjön ki a szátokból, addig a napig, amíg azt nem mondom nektek, hogy kiáltsatok, és akkor kiáltsatok. Na itt látjuk a hitben járásnak a valóságát. Képzeld el azt a jelenetet, az volt a stratégia, hogy minden nap egyszer körbe kellett járni Jerikót. Ez nem volt kis dolog, ez több kilométeres utat jelentett naponta. Mert azért egy város, bár a mostani városoknak, ha megfigyeltétek, van egy városmagja, általában az volt az ősi város. Utána mindig ahhoz épült, így több körben megfigyelhető, hogy tágult, Budapest is így növekszik. És ott a Jerikónak a városmagja is, ez komoly kör volt. De mit kellett csinálni? Hitben járni, elindulni, cselekedni, döntéshozni. Józsué kihirdette, és a nép elindult. El tudod képzelni, hogy a tűző napon ott jártak körbe a városba, milyen érzéseik lehetnek? Jöttek a jobbnál jobb gondok. Hát hülye vagyok én. Hát mit csinálunk? Hát ilyen hadviselési módszert még soha senki nem látott a világon. Nézték a falakat, néztek egymásra, elfáradtak, tűzött a nap. Mi értelme van ennek az egésznek? 1500 kérdés fölmerült bennük. De a stratégiának ezért része volt. Mit kellett csinálni? Egy szót nem lehetett szólni. Csendbe kellett lenni. Aki nem tudott csendbe lenni, képzeld el, Isten annak segített. Zákeus ilyen volt, megnémult. Jött hozzá az angyal, gyereked lesz, hát már nekem, hát már öreg vagyok, a feles... Ne. Vagy Zakariás, bocsánat, köszönöm, végre valaki figyelt. És nem tudta hittel fogadni ezt az üzenetet, és azt mondta, rendben, addig meg se fog szólalni, mert ha megszólalnál a hitetlen beszédeiddel, tönkre tennéd az Isten munkáját, pedig már mióta vársz arra, hogy ez meglegyen. Ezért képzeld, hogy Zakariás 9 hónapon keresztül néma volt. Néha jó, mikor meg tudunk némulni. El tudunk hallgatni. Mert a hitbeszéd, a hitetlenség beszéde lerombolja az Isten munkáját. És itt úgy kellett körbe menni, hogy Józsué egy szót sem. Egy szót, beszélni akkor lehet, ha befejeztük a kört. Nem érdekelnek a kérdéseid, az érzéseid, egy szót sem. Értitek, hogy miért mondtam, hogy a hitben járáshoz önfegyelem kell? Különösen a letyi-fetyi. Mindig mondja. Ó, most 7 órán keresztül csak menni, csendbe. Ez nehéz munka. Tehát önfegyelem kell a hitben járáshoz, és így kellett menni 6 napon keresztül. És a 7. napon képzeld el, 7-szer kellett 1 nap megcsinálni. Ha 3 kilométer, az 21 kilométer. A tűző napon az nem az a olyat, amit hasonlót, amit megéltünk, a 30-valahány fokos. 7-szer. És azt mondja, akkor megszólal a trombita. És ott lép be csak az Isten. Az Úr eddig csak azt nézte, hogy tudnak-e hitben járni. De hál' Istennek tudtak. És ott Isten belépett. Mi történt? Nem tudjuk. Ez egy titok. De az biztos, hogy a falnak a 96%-a ledőlt. Az a 4% csak azért maradt ott, mert Ráháb lakott ott. És oda ígéret volt, hogy Isten gondoskodni fog róla, mivel elment, elrejtette a kémeket. Hogy tette meg az Isten? Azt nem tudom. De nekünk nem kell ezt a gondot magunkra venni. Nekünk egy gondunk van, hogy megmaradjunk a hitben járásban, és a nemeknek a mondásában.
Nem beszélek ellene, nem közvetítem a negatív érzéseimet a hitben járás közben, nem csevegek, nem teszem fel a kérdéseimet, pedig annyira reális, annyira adja magát. De a hitben járásnál némaság van. Csak a hit szavai hangozhatnak el. Emlékszem egy gyógyulási sztorira, 2 év alatt gyógyult meg egy rákos beteg, és nagyon kemény hitharcba volt benne, és megtiltotta az őt látogatónak, hogy bármi negatívat beszéljenek. Mert megértette ennek a lényegét. És egyszer fölkelt, és teljesen egészségesen kelt föl. Eljött az idő számára, és megtanulta az önfegyelemmel, a hitben járás közben 1000 orvosi diagnózis, stb. Minden dologgal szembe kellett nézni, a romlási folyamattal, a rossz érzései, minden dologgal szembe kellett nézni. De ő mindig csak annyit mondott, az Úr engem meg fog gyógyítani, mert, ahogy is mondja a 103. Zsoltár, megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. És egyszer csak eljött az isteni beavatkozás, és egy pillanat alatt fölállt, és teljesen meggyógyult. A hitben járás önfegyelmet igényel. És körüljárták a várost. Nem is olvasom, mert már elment az időm. De Jerikó az övék lett. Mikor kiabáltak, dicsérték az Istent, egyszer ledőltek a falak, és képzeld el, amit az Isten mondott, gondja van, hogy beteljesítse. És ezért én bátorítalak téged, hogy ne iratkozz ki ebből az iskolából. Vállald be a hitnek az iskoláját. Ne félj ettől. Ettől lesz szép az élet. Ettől lesz egy igazi kaland az Istennel való járásod. Hogy hitben jársz. De sokat tanított engem Isten ezen. Ha most én beszélnék nektek az én hitben járási harcaimról, lehet, hogy még este is itt lennénk. Most is van néhány folyamat, amiben nagyon erőteljesen benne vagyok a hitben járásban. De jó dolog, és fölemel téged a legmagasabb emberi létformára, hogy együtt tudsz működni az Istennel. És a hitben járók lehetetlen az, hogy ne lássák meg az Istennek a dicsőségét. A mennynek a természet feletti közbeavatkozása. Ez lehetetlen dolog. Lehetetlen. Ezért bízzál, és járj hitbe. Halld meg az Úr szavát. Kívánom, hogy ez működjön, és megtanuld a hitben járást. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Fogunk most ezért imádkozni. Gyertek gyülekezet, álljunk föl. Hú, de belejöttem ebbe a üzenetbe, egy klíma jó lett volna itt a közelben. Vagytok olyanok, akik most úgy a személyes életetekben pont ezekben vagytok benne? Igen, jó néhányan. Most én szeretnék áldást mondani, és azokra is, akik a rádión, tévén vagy a élő közvetítésen keresztül vagytok még velünk, szeretnék most áldást mondani. Hogy tudj nemet mondani, hogy az Isten beszédét többre értékeld, mint a materiális világ ellentmondásait, mint a negatív érzéseidet időnként. Atyám, én megáldom az én testvéreimet, hogy a hit iskolájában tudjanak növekedni, megerősödni, és köszönöm, hogy egyre bátrabbak, egyre magabiztosabbakká válnak, és nem a saját fejük után mennek, hanem az isteni rémát, szót követik. Atyám, hálát adok neked, hogy megállhatom őket a Szent Szellemnek az erejével, mint mennyei segítőtárs a Szent Szellem, aki megerősít, fölszabadít, fölépít bennünket a hitben járás. Uram, és megáldom őket önfegyelemmel, hogy tudjanak nemet mondani arra, amit nemet kell mondani, és tudjanak következetesek lenni ebben a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Az Úr erősítsen meg téged, vezessen téged, építsen téged, és tarts ki mindaddig, amíg meg nem látod az Isten dicsőségét. Mert ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ámen! Így legyen. Foglaljatok helyet, és elköszönünk mindazoktól, akik velünk voltatok. Isten áldjon meg benneteket, és jó tanulást kívánok a hitnek az iskolájába. Remélem, hogy ez az üzenet áldás volt számodra. További bátorításokért iratkozz fel az Omega Budapest YouTube csatornájára.
Kövess minket élőben minden vasárnap 15:30-tól a YouTube-on, vagy 16:00-tól az Omega Budapest Facebook oldalán. De bátorítunk, hogy ne csak nézd, hanem gyere el személyesen is Isten tiszteleteinkre, vasárnap 10-től vagy 18:00-tól. Szeretettel látunk a többi Omega gyülekezetünkben is, az országon belül és határon túl. Légy áldott mindenben!